Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket a mai Tudatosság Tudománya videómban. Kértem az univerzumot, hogy adjon nekünk kártyákat, hogy meg tudjam nektek mutatni, hogy miért fontos, hogy megismerjétek a Tudatosság Tudománya egyes szint workshopon a karma jogának az alapjait, és ezeket a lapokat kaptok, majd mindjárt kifejtem őket, egyébként a legaktuálisabbak, tehát megint csak azt tudom mondani, hogy jobbat én sem tudtam volna választani, mint amiket kaptunk. De hogy miről is szól valójában ez a tudatosság tudománya, ez egy nagyon különleges lehetőség, egy olyan szemléletet, egy olyan rálátást ad az életünkre, amivel egy sokkal magasabb nézőpontból tudjuk nézni az életünkben megjelenő mindenféle problémát, mindenféle helyzetet, és abban segít nekünk, hogy a szabad akaratunkat milyen irányba fordítsuk. Ugye mindannyian a szabad akarattal jöttünk a világra, mi döntjük el, hogy merre megyünk, mit csinálunk, és egy-egy helyzetben milyen reakciót teszünk bele a térbe, a gondolatainkkal, a cselekedeteinkkel. És rajtunk múlik az is, hogy melyik utat választjuk. Az univerzum törvényei szerinti utat választjuk, megismerjük, hogy mik ezek a törvények, és afelé megyünk, vagy maradunk az átlag tudatszinten, ahol gondolomformán élünk, és úgy élünk, mint az átlag ember. Ugye az átlag ember, az mondhatjuk azt, hogy még mindig úgy él, mint az ősember, a limbikus ösztönnel, hogyha erősebbet lát, akkor ugye elfut, visszavonul, hogyha pedig gyengébbet lát, akkor pedig odacsap. És ugye ez a 21. században, ez a mai modern világban már azért nem az odacsapásról szól, illetve az elfutásról szól, hanem belső érzésekről, a haragról, illetve akár a depresszió is elmehet, hogyha valaki azt érzi, hogy erősebbek nála mások, és gyakran ezek tudattalan félelmek, tehát nincs valós alapja, de a fejünkben lévő emlékképek azok ugye arról szólnak, hogy amit az őseink átéltek, vagy mi gyerekkorunkban, vagy előző életünkben átéltek, nagyon-nagyon sok mindenem mentem már én is keresztül, olyan dolgokat vettem ki a tudattalanomból, amik meglepő módon ott voltak, de abszolút mélyen befolyásolták az életemet, a mindennapokat. Úgyhogy most erre hívlak bennetek, hogy ezt megismerjétek, ezt a magasabb nézőpontot, magasabb rálátást, és ugye úgy, mint itt az első képen is, hogy egy fekete alakot mutat, ami hát egy ilyen sötétbe van, egy ilyen, olyan, mint hogy egy ilyen sötét világban élne. Ez ugye annyit jelent, hogy a gondolataink határozzák meg az életünket, és azáltal teremtjük a valóságunkat. Na most, hogyha ezek a gondolatok, ezek nehezek, negatívak, és számunkra ismeretlen forrásúak, akkor nincs az az erő, ami változtatni tudna az életünkön, nincs az az erő, ami segíteni tudna abban, hogy más irányba induljunk el. Az egy illúzió, hogy tudatosan tudjuk befolyásolni a gondolatainkat, ne higgyük el, mert ez nem igaz, meg kell keresni a gyökerét, a testünk mesterévé szükséges válni, ahhoz, hogy kiengedjük a nehéz érzéseket. És úgy, mint itt az ördög lapja, ugye az ördög az mindig a megkötözöttségről szól, arról szól, hogy bele vagyunk ragadva az anyagi világba, akár szexuálisan ragaszkodunk emberekhez, helyzetekhez, vagy a haragunk, a dühünk, a szégyenünk által egy olyan minőséget élünk, ami az ördög fogságában van. Hogyha fölfelé élünk, a szeretet felé, akkor ugye ezeket az energiákat mind ki kell engedni a testünkből, amik ugye bennünk vannak. Tudattalanul is hordozzuk azokat a haragokat, dühöket, amikről nem tudunk, de már gyerekkorunkban is ott voltak, vagy előző életből hozzuk, vagy a felmenőink életében is benne voltak. És fölfelé élni azt jelenti, hogy a tudatosságunkra hallgatunk, a tudatosságunk pedig a szeretet mentén vezet bennünket, ami azt is jelenti, hogy minél magasabb valakinek a tudatszintje, annál több benne a szeretet, és ez önmagával kapcsolatban is így van, tehát annál jobban szereti önmagát, nem vesz részt olyan helyzetekben, minőségekben, amik már
a megkötözöttség az ördög állapotában vannak, hanem fölfelé él, védi magát, illetve tudja, hogy mikor kell cselekedni, és mikor nem kell cselekedni. Ez mind-mind a tudatosságunkon keresztül érhető el ez az életminőség, és rátalálhatunk arra a magas nézőpontra, ami nem a limbikus ösztön szerint működik, tehát nem az üs vagy fús elve alapján működik, hanem egy magasabb nézőpontot is tudunk találni. Ugye, aki nem foglalkozik a gondolatai gyökerével, az marad a szétszórtságban, a tévénézésben, nem a céljai felé megy, és nem a megvalósítás felé megy, hanem az álmait nem beteljesíti, hanem ül a tévé előtt, vagy az internet előtt, és prédikál arról, mint ez a papagáj is itt mutatja, hogy majd egyszer megvalósítja, majd egyszer így lesz, úgy lesz, és aztán végül is nem történik semmi, mert eltelik az élet. Mindannyiunknak vannak nehéz napjai, nehéz órái, hiszen a karmák, a nehézségek jönnek. A kérdés mindig az, hogy megmaradunk-e a szétszórtságban, az ördöggel kapcsolatban állunk-e, és a gondolatainkat nem vizsgálva az ítélkezés mentén haladunk, vagy elindulunk egy olyan irányba, amikor felállunk ebből a karosszékből, és úgy döntünk, hogy a szabad akaratunkat most már nem az ördögnek adjuk át, hanem egy felsőbb minőségnek, a gondviselésnek, Istennek, vagy egy olyan mezőnek, amit nem mi irányítunk, bár nevezzük ezt bárhogy, amelyik neked szimpatikus, és ezáltal lesznek ugye új gondolataink. Ehhez kiváló segítség és lehetőség a tudatosság tudománya technikái, az egyes szint workshopon az alapjait ismerhetitek meg ennek a technikának, és képesek lesztek egyedül otthon, vagy bárhol a világban karmikus forrásemléket tisztítani, tehát blokkot oldani. Arra van szükség, hogy az, amit ott megláttuk a tudattalanotokban, azt el tudjátok fogadni, és úgy tudjátok transformálni, hogy a szeretet mentén, a megbocsátás kérés mentén eloldjátok magatok a nehéz érzésektől. Különösen azoknak ajánlom, akik theta healingeznek, pránáznak, családállítás és egyéb technikákat is ismernek, és mindig-mindig visszatérnek a nehézségek, nem jutnak túl rajta, hiszen a blokkoldás az nem elegendő ahhoz, hogy valódi változás legyen az életünkben. Valódi változás akkor lesz, hogyha azt a folyamatot látjuk, tapasztaljuk, ami ott van. Ami ott van, hogy a kislányként mit éltem át, vagy kisgyerekként mit éltem át, vagy milyen nehézsége volt a felmenőimnek, és azt én is örökítem tovább. Tehát ez mind arról szól, hogy az, amit ott a tudatalamban látunk, azt bizony elfogadjuk, és bizony ott nem szép dolgok vannak. Ez a karma joga, ez a szeretet terébe emel, de akkor tud beemelni a szeretet terébe, hogyha elfogadjuk azt, ami ott van a tudattalanunkba, és bizony ott nem szép dolgok is vannak, de hát azért van ez a technika, hogy segítsen, hogy kiemeljen bennünket, és mi, akik már karmajogázunk egy ideje, és akik belépnek ebbe a térbe, tudják jól, hogy micsoda lehetőséget ad ez számunkra, hiszen akár gyerekkorból, előző életből, vagy felmenők életéből hozott mintákat lehet vele transformálni, és úgy, hogy a napszak bármelyik részében egyedül segítő nélkül, hiszen a gondolatok azok folyamatosan ott vannak velünk, azok nem várnak arra, hogy segítőhöz menjünk. Úgyhogy aki érzi magában azt a hívást, hogy szeretné megismerni ezt a technikát, ezt mindenki maga érzi a szívében. Már most, hogy hallgatod ezt a videót, is fogod tudni, hogy ez a tiéd, vagy nem a tiéd, és hogyha a tiéd, akkor szeretném mondani, hogy 10. hó 10-éig extra kedvezménnyel veheted igénybe a lehetőséget, magát ezt a workshopot, hiszen jelentős kedvezményt kapsz, hogyha regisztrálsz, illetve még azt is szeretném elmondani, nagyon fontos információ, hogy a hozzájárulásba tartozik
egy egyéni konzultáció, a karmajogas tart konzultáció, aminek az értéke az felbecsülhetetlen, hiszen alapjában változik meg a gondolkodásmódod önmagadról és a környezetedről is, illetve az értéke az, vagyis az ára az 40 ezer forintba kerül, úgyhogy ezt is érdemes tudni, amikor regisztrálsz, hogy egy ilyen különleges lehetőségben lesz részed, már látni fogod azt a nagy karmát, amivel dolgoznod kell utána ahhoz, hogy megszüntesd az ördökkel való kapcsolatodat, és fölfelé éljen. Nagyon különleges lehetőség. Szívből ajánlom mindenkinek, aki valódi mély változást szeretne az életében. Tehát még egyszer, október 28-29-30-án lesz ez a workshop, október 10-ig, aki jelentkezik, annak extra kedvezmény van, és az árba még tartozik bele egy konzultáció is. A videó alatti leírásban mindent beteszek, és a Facebook oldalamra is szeretettel várlak bennetek, ott az események között megtaláljátok a leírást, és e-mailben tudtok jelentkezni. Na, azt hiszem, hogy igen, ennyit szerettem volna most mondani. Ha valakinek van valami kérdése, akkor azt is e-mailben megteheti. Minden jót kívánok nektek, és kívánom, hogy találkozzunk egy következő videóban is. Sziasztok!